Szerem sár nélkül Harleyra nem ülünk. Lady of Harley, avagy Tóth Zsuzsanna üzletasszony mottója. Egyik nap Oxfordban motorozik, a következőn pedig tárgyalni megy London belvárosába. 2017 nyara óta élek itt életvitelszerűen, és miért? Hát mert 14 éves korom óta szeretnék itt élni, amikor ugyanis akkor beleszerettem James Bondba, meg a Beatlesbe, majd 2017 nyarán azt mondtam, hogy most vagy soha. Zsuzsa otthon sikeres üzletasszony volt, nyelviskolát, illetve fordító és tolmácsirodát működtetett. Egyebek mellett a katonai felsővezetők szaknyelvi képzéséért feleltek, és a londoni Védelmi Minisztérium illetékes bizottsága előtt vizsgáztatták őket. Zsuzsát már korábban is láthatták az RTL klub képernyőjén, például amikor Gene Davidsont, a motoros cég egyik alapítójának unokáját kalauzolta Magyarországon 2009-ben. Napközben teljesen normális emberként igyekszem élni a mindennapjaimat, dolgozom, de hétvégenként, amikor megyünk hosszabb túrákra Magyarországon, külföldön, nemrég jöttünk haza Szicíliából, akkor őrület. Zsuzsa akkoriban teljes gőzzel belevetette magát a Harley-s életbe. A Harley Davidson egyik magyar szervezetében, a Budapest chapterben 10 évig tisztséget is vállalt. Motoros találkozókat szervezett, és szabad idejében szinte csak motorozott. Az RTL-es forgatás után néhány évvel, 2014-ben azonban súlyos baleset érte. Prágában túráztunk 12 motorral Budapestről, és egy jobb kanyarnál a mögöttem lévő motoros nem figyelt, hátulról elgázolt, a másik átment rajtam. Hát kérdés volt 3 napig, hogy életben maradok-e. Máj, tüdő, hétfelé törött a medencém, vállam, bordáim. Szóval nem sok darab volt meg bennem úgy egészben. Zsuzsa 2 hétig egy prágai kórház intenzív osztályán, majd 3 hónapig a budapesti János kórházban feküdt. Örök hálám a János kórház nővéreinek, orvosainak, és az én legszeretettebb doktorém, ezt szeretném, hogyha megemlítenénk őt, doktor Kis Jenő, neki köszönhetem többek között a bal kezemet, hogy nem kellett amputálni. 3 hónapon keresztül fekszel mozdulatlanul egy kórházi ágyon. Na, ott eldőlt, hogy most vagy soha kijövök Angliába. Míg Zsuzsa kórházban volt, édesanyját is elvesztette, aki hosszú betegség után hunyt el. Elbúcsúzni sem tudott tőle. A baleset utáni rehabilitáció 2 évig tartott, és Zsuzsának csodával határos felépülése adta az utolsó löketet az angliai költözéshez. Na meg az, hogy a lánya Dóri is régóta Angliában él. Good morning! Morning! Good morning! Hi! Hi! Nice to see you! You too! Morning! Nice to meet you, Susanna! A sikeres üzletasszony 2016-ban eladta a budapesti nyelviskolát, és nem sokkal később, a fordító és tolmács bizniszt megtartva, előről kezdte karrierjének építését Londonban. Most is egy tárgyalásra érkezik éppen. It's my big mission that I told you, that I would like to launch the book in the Hungarian market. Fantastic. Jeff Hudson Searle évtizedes tapasztalattal rendelkező brit üzletember és vállalkozó, aki könyvet írt arról, hogyan válhat valaki sikeres menedzserré. Zsuzsa ezt szeretné a magyar piacon terjeszteni, ez egyik legújabb üzleti terve. Jeff és Zsuzsa egy közös ismerősön keresztül kerültek kapcsolatba, és most már majdnem 2 éve segítik egymás munkáját. Jeff több brit felsővezetőnek mutatta már be Zsuzsát, Zsuzsa pedig magyar vállalkozókkal ismertette össze a férfit. She's a phenomenal business person. She's driven, she's hard working. I've definitely supported all of her ambitions to come to the UK and to create something from a UK perspective. Zsuzsa azt mondja, angliai életének elkezdésében sokat segített korábbi vállalkozása, a nyelviskolán keresztül ugyanis sok brit kapcsolatot épített ki. Ezekre alapozva érkezett Londonba 2017 elején, és azóta 4 nappal lát éve dolgozik azon, hogy hasonlóan sikeres üzletasszonnyá váljon Nagy-Britanniában is. A brit üzleti elitbe bekerülni azonban nagy kihívás, még akkor is, ha otthon ezt az utat Zsuzsa már egyszer végigjárta. Zsuzsa 2 éve él Londonban, otthon sikeres vállalkozást vezetett, és itt is üzletasszonyként próbál boldogulni. Korábbi cégének fordítási és tolmácsolási üzletágát megtartva, folyamatosan kapcsolatokat épít és lehetőségek után kutat, egyszerre több projektet menedzselve.
Susanna taught the HNET translation agency. A délelőtti tárgyalás után délután már egy másik megbeszélésen vesz részt, az úgynevezett Global Cyber Academy tanácsadó testületének tagjaként. A londoni székhelyű vállalkozás az internet veszélyeiről tart képzéseket cégeknek világszerte. Zsuzsa a fordítással tud nekik segíteni a terjeszkedésben, ami neki is újabb üzleti megbízásokat jelent. Nem egyszerű az angol piac, nagyon meg kell minden egyes kapcsolatért dolgozni. A bizalom az nagyon-nagyon sokat számít, az, hogy higgyenek neked, az, hogy higgyék el azt, hogy valóban értéket képvisel a munkád, megbízható vagy, és szavatartó. Eddig nem csalódtak bennem. Zsuzsa tehát napközben megbeszélésekre jár, esténként, ahogy angolul mondják, networkinggel. Sokszor még hétvégén is dolgozik. Big stretch. Brit párjával, akivel néhány hónappal a kiköltözés után az interneten ismerkedtek meg, Nyugat-Londonban élnek. Ez a kislányom és a Daniela barátnőjének köszönhető, ugyanis elvittek engem egy nagyon kellemes kis pubba, azt hiszem Kensingtonban voltunk, és nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, és amíg én beszélgettem és csicseregtem ott a helyi emberekkel, ők az én mobiltelefonomat elvették, és külön életet éltek, és felregisztráltak egy társkereső oldalra. És hát állítólag Steve 3 hétig folyamatosan írogatott rám, mire nagy nehezen válaszoltam. Baby, come. Yes, you're so beautiful. I love you too. Steve kutyája, Hector pedig a pár szemefénye. Havonta néhány napot tölt Zsuzsájékkal, egyébként Steve előző párja vigyáz rá. Stevie, ő egy cégvezető, ügyvezető igazgató, aki az életemben az egyik legnagyobb kihívást jelenti egyébként. Tehát nem csak azért, mert hogy nagyon-nagyon angol, hanem nagyon-nagyon kemény férfi, de hát ugye az egyszerű férfiak soha nem is izgattak. Nagyon okos, nagyon szeretem az agyát. Nagyon jó humora van, amit sokszor rajtam ver el, majd ha beszélgetsz vele, meg fogod látni, hogy fricskák azok, az angol humor az jön rendesen, ironikus, néha szarkasztikus. Do you think it's ready? Please check. A forgatás napján lazanya készül, és kivételes módon Zsuzsa főzhet. Általában ugyanis Steve felel a konyháért. Zsuzsa csak kedd délutánonként főzhet, mert egyébként mindig levest tennénk. Magyar levest, magyarázza a férfi, aki úgy tűnik nem rajong a magyar konyháért. De elmondása szerint Zsuzsáért azért extra áldozatokat is hoz. I went to the opera. That's quite a lot of effort, I think. It was 5 hours, I think. Yeah, 5 hour opera. Do you like opera? I love opera. Cheers. Egészségedre. Jó ebédhez jó bordukál, a maradékot pedig Hector fogyaszthatja el. Steve az egyik legismertebb brit sportbár hálózatot menedzseli. Ma este is ott találkoznak Zsuzsa lányával egy biliárd partira. De előtte még mindketten dolgoznak egy kicsit, Zsuzsa éppen egy fontos eseményt szervez. Zsuzsa egyik fővállalkozása Londonban egy nemzetközi üzletember találkozó szervezése, az úgynevezett Bridgehead Networking eseményeken brit és magyar üzletembereket hoz össze. She works so hard. Far harder than I do. But I have the advantage of 30 years of working in the industry I've been in the UK. So inevitably, once you get to a certain stage in your career, it's about who you know as much as what you know. And it's been difficult for Susanna to open doors, but because of her personality and her drive and enthusiasm, I definitely feel that she's moving forward. És a munka után jön a jól megérdemelt pihenés. Zsuzsáék a belvárosba indulnak, hogy az estét a lányával és annak barátaival töltsék.
Az esti biliárdozás előtt Zsuzsa és Steve elválnak egy pár órára, hogy Zsuzsa a lányával kettesben tölthessen egy kis időt. Dóri már régóta Angliában él, itt járt egyetemre, és most mérnökként dolgozik egy brit cégnél. Anya és lánya havonta egyszer találkoznak. Ez Dórinak sok, vagy épp elég, nekem kevés. Szóval, ha tőlem kérdez, én minden vasárnap kávéznék vele. Igen, de itt lakik Londonban, én meg lent Redingben. Mondjuk nagyon nincs messze, de a barátjával van, én a barátommal, meg hát ez egy sűrűt jobban, de minden nap vagyunk valamilyen kapcsolatban. A tudat az mindegy. A tudat, hogy itt van közelben, az a jó, igen. Azért mi sem vagyunk fiatalok örökre. Azért úgy, nevemben ne beszélj. Jó, anyag fiatalodik. Én nem. Csak utolér. Ott csinálja. A mai este azért is különleges, mert Zsuzsa először találkozik Dóri új barátjával. Cheers, guys! Cheers! Zsuzsa azt mondja, Dóri közelében egyszerűbb a honvágyjal is megküzdenie. Hát most ez ne haragudjon meg senki sem. Nekem a családom, a tesómék, az alma, a zsombor, a barátaim, az emberek, azok nagyon hiányoznak, a szeretteim, a Harley társaság, a Harley csapatom. Maga az ország, a szívem mélyén én magyar vagyok, és imádom az országomat, és büszkén mondom mindenhol itt Londonban is, és képviselem a hazámat minden tekintetben. De én itt nagyon-nagyon jól érzem magam. Hogy mégis enyhítse az időnként rátörő hiányérzetet, Zsuzsa továbbra is próbál részt venni a Harley-sok életében. Fordító cége egyébként már évek óta felel a Harley magyarországi kiadványaiért, de Zsuzsa segít a motoros találkozók szervezésében is. Ah! Hi, Trev! I'm good, thank you. Most éppen az idei Balatoni Harley Fesztivál miatt találkozik Trev Bartonnal, a Harley Davidson egyik oxfordi menedzserével. Anyway, Trev, will we meet in at Lake Balaton next year? Yeah, I'll definitely be there. Zsuzsa egyébként a balesete után sem adta fel a motorozást, habár Angliában egyelőre távol van attól, hogy megengedhessen magának egy Harley-t. Itt nincsen motorom, de tervezem, hogy ha majd egyszer megengedhetem magamnak, akkor egy kicsi 48-et fogok vásárolni. Nagyobb motorra biztosan nem lesz lehetőségem, mert ugye ez a balesetem azért ez nagyon mély nyomot hagyott minden csontomban, és nagyon óvatosan kell ezekhez a dolgokhoz állnom most már. These are the latest the touring models, so if you're going to be traveling from the UK back to Hungary and doing long distances. If you don't mind, I prefer flying. Brake, throttle, yeah. Clutch. És ha már itt vagyunk, Zsuzsa ki is próbálja azt a motort, amire vágyik. A cél tehát már megvan, a megvalósításig azonban még hosszú út vezet, és Zsuzsa nem adja fel. Az oxfordi kiruccanásból visszatérve már az egyik londoni egyetem meghívásának tesz eleget. Üzleti menedzsmentről kell előadást tartania a hallgatóknak, és azért van benne egy kis lámpaláz. Körülbelül érettségi előtt éreztem ezt. Okay, guys, we've got a very special guest here today. We have Susanna Toff, who is a leading businesswoman in the UK. Zsuzsa meglepetésére magyar diákok is ülnek a padokban, az üzletasszony pedig meg is próbálja őket bevonni az előadásba. Do you agree with me that one of the most important thing is to make connections? As soon as I entered the room, Bence, this lovely Hungarian guy, grabbed me and he told me, "Wow, are you Hungarian? Making connections. If you are a business person, if you run a business, it's very important." Nagyon-nagyon összetett dolog ez, és hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy néha-néha nem bizonytalanodom el, de ez csak mindig én magam tudom, meg én magam látom, mert alapvetően nagyon tudom, hogy mit szeretnék, nagyon tudom, hogy hova szeretnék eljutni. Az, hogy a komfortzónámat folyamatosan feszegetem, az is biztos. Van mögöttem azért egy 21 éves üzletvezető, cégvezetői tapasztalat. Vannak mögöttem nagyon komoly projektek, ami viszont ad egy magabiztosságot, hiszen ezt én tettem, én csináltam, meg tudtam tenni. Hova szeretnél itt eljutni? Majd
két év múlva, ha újra találkozunk, majd akkor elmondom neked, hogy akkor most megcsináltam. Ez hadd legyen az én titkom, jó?